A ballagási ünnepségen vette át Demeter Maja a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 12. B-osztályos eredményes tanulmányi és sporttevékenységért a Karcagi Református Középiskoláért díjat nagy tiszteletű Koncz Tibor esperestől és Tóth Barna igazgatótól. Demeter Maja, 4 éven át példás magatartásunk és jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredmények. Matematika és történelem tantárból is több alkalommal képviselt iskolánkat, különféle tanulmányi versenyek megyei döntőiben. Legkülönlegesebb sikereként 2019-ben a Koncz Szövetség SZIO pályázatán országos első helyezést szerzett. 2018-ban a Duatlon Diákolimpia döntőjében csapatával az országos 4. helyen végzett. Sokrétű, több tudományterületet, valamint a sportot is érintő érdeklődése és versenyeredményei mellett iskolán diák életének alakítása terén példaértékű közösségi munkát végzett. Angol nyelvből középfokú, komplex nyelvvizsgálat. Négy éven át példás magatartású és jeles, illetve kitűnő tanuló, matematika és történelem tárgyból több alkalommal vett részt országos és megyei döntőkön. 2019-ben a Koncz Szövetség esszé írópályázatán országos első helyezést szerzett. 2018-ban a Duatlon Diák Olimpia döntőjében csapatával az országos 4. helyen végzett. Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Rengeteg olyan dolgot, tudást kapott a Refitől, amit a későbbiekben hasznosítani tud. A Refitől igazából rengeteg olyan dolgot tanultam meg, hogy például olyan szituációba kerültem, ahol megtanultam végül is, hogy hogyan tudjam kezelni ezeket. Rengeteg tudást kaptam például, amiket remélem, hogy a későbbi tanulmányaim során fel tudok használni és alkalmazni tudok. Legjobban a történelmet szerette, ebből vett részt sok versenyen. És mivel a történelem a kedvenc tantárgyam, ezért nyilván elsősorban a történelem versenyeket szerettem a legjobban. Bár kicsi nehéz a tantárgy, meg rengeteg dolgot kérdezhetnek tényleg, de úgy gondolom, hogy az volt a kedvencem. Jó közösségi embernek tartja magát, akire mindig számíthatnak társai. Hogyha jobb jegyei vannak az embernek, akkor nyilván beleesik, hogy meg-meg kérdezik, hogy esetleg van-e házi feladat, amit így oda tudok-e nekik adni. Az érettségie úgy érzi, jól sikerült. Voltak olyan dolgok, amikor tényleg én is csak így pislogtam, hogy biztos, tanultunk róla, de összességében úgy érzem, hogy megoldható volt. Ő a jelenléti oktatás szerette jobban, a digitális nehezebben ment neki. Ott a szorgalmára és kitartására szüksége volt. Én azért eléggé úgy érzem, hogy tanári magyarázattal sokkal jobban mennek a dolgok. Nehéz volt szerintem, főleg azért, mert egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy így nem volt még ilyen részünk előtte. Hát kisebb. Akkor a szorgalmadra szükség volt meg a kitartásodra, hiszen úgy tudom, hogy egész komoly pályát választasz. Igen, azért viszonylag komoly pályát választok, jogi pályát, de... De akkor tanultál rendesen? Hát igen, próbáltam betartani a határidőket nyilván, de nehéz, hogyha az ember otthon van, és akkor néha elcsábul. Jogi pályára készül Debrecenbe. Igazságügy igazgatásra megy. Elképzelhető, ha végez, egy ügyvédi irodában helyezkedik majd el. Árulta el terveit Maja. Hát Debrecenben szerintem majd egy magam fogok lakni, de próbálok keresni nyilván lakótársakat, meg új barátokat, új közösségbe beilleszkedni. Majd meglátjuk, hogy sikerül. És mi leszel, ha nagy leszel, mert a jogi pálya az azért nagyon sokrétű. Nos, mivel igazságügyi igazgatásra megyek, nincs konkrét tervem, de én úgy képzeltem el, hogy valamilyen ügyvédi irodában elhelyezkedni, mint egy ügyvéd jobb keze.